Segítség a hiteleseknek. A devizahitelek elszámolási eljárásának kezdete óta jelentősen megnövekedett a pénzügyi békéltető testülethez fordulók száma. Lakossági rákötések, a végéhez ért napkoron a szennyvízhálózat kiépítése, a kelet-nyírségi programban összesen 8 település vett részt. Energiatakarékos beruházás, 108 millió forintból korszerűsítették a közvilágítási rendszert Csengerben, a fejlesztéstől jelentős költségmegtakarítást remél az önkormányzat. A devizahitelek elszámolási eljárásának kezdete óta jelentősen megnövekedett a pénzügyi békéltető testülethez fordulók száma. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A testület segítséget nyújt egyebek mellett a banki papírok értelmezésében és a panaszlevél megírásában. Augusztus 1-től pedig már elkezdődött a forint hitelekhez kapcsolódó elszámolási eljárás, amelyet hamarosan a fogyasztók is megkapnak a bankoktól. A szervezet munkatársai ezekkel kapcsolatban is várják az ügyfeleket. A fogyasztói kölcsönöket érintő elszámolás törvényi rendelkezések alapján történik. A békéltető testület tapasztalatai szerint sokan nincsenek tisztában azzal, mire terjed ki a pénzintézetek elszámolási kötelezettsége. Az elmúlt időszakban az egyéni elszámolások részletes áttekintésében is segítették a hozzájuk fordulókat, valamint hiba esetén segítséget nyújtottak a szükséges panasz eljárás megindításában is. Rendkívül fontos az, hogy az első körben a szolgáltatónak küldött panaszlevélben mit írt a fogyasztó, és ehhez én úgy gondolom, hogy a mi segítségünk nélkülözhetetlen, mert önmagában az, hogy nem értek egyet az elszámolással, vagy keveslem az összeget, önmagában ez nem elegendő. Az elszámolással kapcsolatos jogszabályok előírják azt, hogy a fogyasztó mutasson rá valamilyen adathibára, számolási hibára, vagy adott esetben bizonyítsa azt, hogy az elszámolási kötelezettség a pénzügyi intézmény részéről fennáll. Ennek hiányában később már a pénzügyi békéltető testület eljárásában nagyon csekély az esély annak, hogy bármilyen megegyezés is születik. Tehát az első körön, az első panaszlevélen rengeteg múlik, és én ezért azt javaslom, hogy amielőtt ezt majd a forint alapú hitelek esetében is majd meg fogják tenni a fogyasztók, hogyha úgy gondolják, hogy nem értenek egyet, vagy nem jogszerű a nekik küldött elszámolás, kérjenek szakértő segítséget ahhoz, hogy el tudják azt dönteni, vagy meg tudják fogalmazni, hogy milyen konkrétumok alapján kezdik meg a panasz eljárást. A nyíregyházi tanácsadó iroda forgalma 2-3-szorosára nőtt a deviza elszámolások óta. A legtöbben azért fordultak hozzájuk, hogy segítsenek értelmezni a bank által kiküldött papírokat, amihez az iroda az ügyfelek felkészülését is kéri. Azt tudom tanácsolni, hogy vegyék elő az eredeti szerződésüket, vegyék elő a hiteltörténeti idő alatt mindenféle kimutatást, értesítést, bármit, amit kaptak a banktól, és szálljanak rá egy kis időt arra, hogy szerezzék be a részletes elszámolást, ezt akár az interneten keresztül a bank által megadott kódokkal le tudják tölteni, vagy pedig postai úton is meg tudják kérni, ekkor 5 munkanapon köteles a pénzintézet ezt megküldeni számukra. És miután a részletes elszámolás is a rendelkezésükre áll, nem kell megijedni tőle. Igaz, hogy ez több 10 oldal sokszor és sok oszlopot tartalmazó táblázat, de érdemes annyit rászánni, hogy egy vasárnap délután leülünk mellé, és a rendelkezésre álló adatokat összehasonlítjuk az új adatokkal, mert sok esetben előfordult olyan, hogy például nem jól könyveltek le egy befizetést. Ez már egy olyan hiba, amire már a panaszlevelet lehet alapozni. A megyei elnök elmondta, a pénzügyi tanácsadás ingyenes és a forint hitelekkel kapcsolatos augusztus 1-től szeptember 30-áig tartó időszakban is várják a hozzájuk fordulókat. A végéhez ért napkoron a szennyvízhálózat kiépítése, tájékoztatta a televíziónkat a település polgármestere. A kelet-nyírségi szennyvíz elvezetési és tisztítási programban 8 település vett részt, és összesen 6,3 milliárd forint uniós támogatást használtak fel. Ebből 1 milliárdot napkoron fordítottak a szennyvízhálózat kiépítésére, ahol már 700 háztartás kötött rá a hálózatra. Apagyon pedig egy korszerű tisztító telepet létesítettek. A térség egyik legnagyobb volumenű beruházása tavaly januárban indult el. Apagy mellett Baktalurántházán, Napkoron, Nyírtéten, Ófehértón, Magyon, Nyíribronyban és Ramocsaházán oldódott meg a szennyvízelvezetés és kezelés problémája. A több mint 17 ezer lakost érintő beruházás Napkoron is a végéhez ért. Több mint 1 milliárd forintos beruházás volt, ami a napkori részt érinti.
Azt hiszem, hogy az összeg is mutatja, hogy mekkora munkáról volt szó. 21 kilométeres gerinchálózat készült el, illetve apaggyel és nyírtéttel közös szennyvíztisztító, ami már szintén működik. A szennyvíztisztító telep apagyon készült el. Apagy, napkor és nyírtét szennyvizét fogadja be. A 21. századi technológiai követelményeknek megfelelően működik, a Nyírség Víz ZRT üzemelteti. Napkoron a korszerű szennyvízelvezetés hozzájárul ahhoz, hogy megóvják a felszín alatti vizek minőségét. A beruházás egészségesebb vizet és tisztább környezetet biztosít a lakosságnak. Számára. Eddig 700 háztartás csatlakozott rá a hálózatra, 1200 jelezte szándékát. A projekthez lakossági hozzájárulás is szükséges volt. Kellett érdekeltségi hozzájárulást fizetni, havonta 1900 forintot 5 éven keresztül, aminek ugye a futamideje hamarosan lejár, és ez alapján viszont azt gondolom, hogy a befektetett összeghez képest korszerű rendszert nyertünk, és ahogy mondtam is, nagyon örültünk annak is, hogy több helyen az utat is helyreállították teljes szélességben, úgyhogy azt gondolom, hogy megfelelő komfortérzetet jelent így a beruházás végén az embereknek ez a beruházás. Az Európai Unió az előző költségvetési ciklusban több Szabolcsnál Bereg megyei térségben támogatta a korszerű szennyvízhálózat kiépítését és a szennyvízkezelés problémáján segített. Ebben a térségben is 85%-os hozzájárulást nyújtott a beruházási költségekhez. A többi 7 településsel együtt 6,3 milliárdot használtak fel a kelet-nyírségi szennyvízprogramra. Olyan államstruktúrát alakított ki a jelenlegi kormány, amely inkább hasonlít a diktatúrához, mint a demokráciához. Jelentette ki sajtótájékoztatóján Halmi József, a párt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei alelnöke. Az ellenzéki politikus szerint a szociális intézményeket, az iskolákat és a kórházakat azzal a céllal államosították, hogy költséghatékonyabban működjenek, ám Halmi József úgy véli, már a bebizonyosodott, ez nem sikerült. Az MSZP megyei alelnöke hangsúlyozta továbbá, a független intézmények élére pedig a kormánypárthoz köthető személyeket neveztek ki, ami szintén ellentétes a demokráciával. 9 évre választottak meg vezetőket, természetesen ezzel szállal kötődő, Fideszhez kötődő vezetőket. Paul Péter volt fideszes országgyűlési képviselő, Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, vagy a Zászdomokos László volt fideszes országgyűlési képviselő. Innentől kezdve azt gondolom, nem beszélhetünk demokráciáról. Több mint 2 hónappal ezelőtt Tiszabezdéden 4 roma származású férfi meggyilkolt egy helyi lakost, emlékeztetett sajtótájékoztatóján Apáti István, a Jobbik országgyűlési képviselője. A politikus elmondása szerint a bűncselekményhez köthető 4 férfi közül egy van előzetes letartóztatásban, a többi szabadlábon védekezhet. Apáti István azt hangsúlyozta, az özvegyhez megpróbáltak betörni a férje meggyilkolását követően, majd bedöntötték a kerítésének egy részét. Az országgyűlési képviselő tájékoztatása szerint az özvegy rendőri védelmet kért, ezt azonban a törvényi feltételek hiányára hivatkozva elutasította a záhonyi rendőrkapitányság. Nem találok szavakat, úgy, mint jogász, és úgy, mint magánember, hihetetlenül fel vagyok háborodva. Képviselőként pedig mindent megteszek a helyzet megváltoztatása érdekében. Péntek este immáron nem először hívtam a Szabolcs megyei rendőrfőkapitányság ügyeleti számát. Beszéltem az országos rendőrfőkapitányság egyik ügyeletesével, és eljárok a belügyminisztériumnál is. Már pénteken felvettem a kapcsolatot Kontrát Károly államtitkár úrral, ezt ma délután egyébként meg fogom ismételni, és mindent elkövetek annak érdekében, hogy ezt a védelmet, ami jár ennek a szerencsétlen sorsú magyar asszonynak, megkapja. Amennyiben a rendőrség nem hajlik a jó szóra, úgy megígérhetem azt, hogy rövid úton belül a Jobbik saját erőforrásból fogja megszervezni az özvegy védelmét. A tájékoztatón elhangzottakra a megyei rendőrkapitányság írásban azt reagálta, a nyomozás eddigi adatai nem mutatnak összefüggést a feljelentő, valamint elhunyt hozzátartozója sérelmére korábban elkövetett bűncselekményekkel. Az özvegy valóban kérte a rendőrségtől személyi védelmet, amit a törvényi feltételek hiányában elutasítottak, de a rendőrök folyamatosan járőröznek Tiszabezdéden, és kiemelt figyelmet fordítanak a kérelmező házának környékére. Tiszabezdé településen körzeti megbízottak, valamint a záhonyi rendőrkapitányság járőre is biztosítják a folyamatos rendőri jelenlétet. Ismeretlen férfi holttestét fedezte fel egy járókelő ma a Nyíregyházát átszelő Érpatak medrében. A kiérkező tűzoltók kiemelték a testet, a férfi személyazonosságát a rendőrség vizsgálja.
108 millió forintból korszerűsítették a közvilágítási rendszert Csengerben. A visszanemtérítendő uniós forrásnak köszönhetően energiatakarékos ledizzókat szereltek a lámpatestekbe. A fejlesztéstől jelentős költségmegtakarítást remél az önkormányzat. Csengerváros önkormányzata az új Széchenyi terv környezet és energiaoperatív program keretében pályázott a közvilágítás korszerűsítésére. A kedvező döntésnek köszönhetően 108 millió forint összegű uniós forrást nyertek a megvalósításhoz. Ennek köszönhetően Csengerváros teljes területén megvalósult a világítótestek cseréje. A munkálatok alatt 860 darab új LED technológiájú lámpatestet szereltek fel. A fejlesztés célja a város energiafelhasználásának, illetve az üzemeltetés költségének csökkentése. A teljes közvilágítás le lett cserélve Csengerben, most a napokban történt az átadás, átvétel, minden egyes utcában, parkokban közvilágítást kicseréltük. A számítások szerint olyan 53-57% közötti megtakarításról lesz szó, tehát mivel LED lámpákat szereltünk fel, LED világítás, ugye ez sokkal takarékosabb, költségtakarékosabb, energiatakarékosabb izzókat tettek be, és úgy gondoljuk, hogy ezzel egyrészt a fénye nagyobb lett a városban éjszaka az utcáknak, és hát a megtakarítás, ugye a megújuló energiaforrás, a környezetvédelem szempontjából ez nagyon fontos. Az önkormányzat számításai szerint az új rendszer működtetésével több mint 50%-os megtakarítást tudnak elérni, amit a város további fejlesztésére fordíthatnak. Van hova tenjük ezeket a pénzeszközöket, hiszen ugye tavaly indítottuk el a járóbeteg ellátó központot, ami még most az elején nagyon sokba került Csengerváros önkormányzatának, de hát azt mondtuk, hogy ezt erőnk felett is vinnünk kell, mert 18 szakorvosi ellátás van Csengerben, és most akarjuk bővíteni ezeket a szakellátásokat, valamint infúziós kezelést is be akarunk indítani, és ahhoz, hogy az embereket itt minél nagyobb arányba el tudjuk látni, és ne kelljen a betegeknek, idősöknek elutazni távolabb tőlünk, távolabbi városokba, ez fontos ezeket üzemeltetni, nyilván ennek költségei vannak ezen üzemeltetésen, de mi az iskolát is megtartottuk, tehát az iskola is nekünk éves szinten több 10 millió forintban van, úgyhogy van hova tenni ezt a pénzeszközt. Csenger polgármestere azt is elmondta, hogy az olcsóbb üzemeltetés mellett az új rendszer előnye, hogy sokkal hatékonyabb világítást és egyben esztétikusabb környezetet biztosítanak a korszerű ledizzók, mind a városban élők, mind az itt átutazók részére. 13. alkalommal rendezték meg a gyarmati vígasságokat Fehérgyarmaton. A mintegy 10 000 látogató számmal büszkélkedhető rendezvényről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. A felkészülés harmadik hetének vágott neki a Marsó Nyíregyháza. Már a csapattal edze a bosnyák Haris Taric, és hamarosan csatlakozik a kerethez az U16-os Európa-bajnokságról hazaérkező Fazekas Csaba is. Szombaton Nagyváradon játssza első felkészülési meccsét Sitko Ernő együttese. Három fordulót követően is pont nélkül áll az NB3 keleti csoportjának tabelláján a nyírbátori futballcsapat. Kovács János együttese a hétvégén az Újpest 2 ellen szeretne véget vetni a negatív sorozatnak. Harmadik alkalommal rendezték meg a gyarmati vígasságokat Fehérgyarmaton. A rendezvényt idén is a hagyományőrzés jegyében szervezték, Gyarmat ugyanis egy honfoglaló magyar törzs volt. A vígasságokon a 3 nap alatt mintegy 10 000 ember fordult meg. Incsiklandó illatok hívogatták a helyieket a vígasságok helyszínére. Számos finomságot kóstolhattak a rendezvényre látogatók, hiszen népi ételfőző versenyen mérték össze tudásukat a jelentkező csapatok. Fehérgyarmat a térség kulturális központja, sokan a szabadságukat is úgy időzítik, hogy ellátogathassanak a nagyszabású rendezvényre. A 13. gyarmati vígasságokat idén is a hagyományőrzés jegyében rendezték újdonságokkal. Célunk az, hogy minél több lakosnak, turistának adjunk elfoglaltságot, illetve szórakozást. Nyilvánvalóan ennek megfelelően igazítani kellett a rendezvénynek a stílusán is. Míg a kezdeti időszakban főleg hagyományőrzésre, honfoglaláskori játékokra, illetve kultúrára épült, azért most már elmondhatjuk azt, hogy évtizedek alatt egy ilyen fesztivál jelleget ölt a rendezvény, ami nem biztos, hogy helyes, de a helyi lakosság számára ez az élvezete.
képes. Azt lehet mondani, hogy a térség legszínvonalasabb és leglátogatottabb rendezvénye is, hiszen elmondható az, hogy 8-10 ezer ember a három nap alatt mindig megfordult a gyarmati vigasságokon. Az érdeklődők egyebek mellett kisállatkiállítást tekinthettek meg, valamint lovas íjász bemutatón is részt vehettek. Őseink tisztelete, a kellő tisztelete az nagyon fontos, és ezt a hagyományt azért követjük. Polgármester úrnak még ez az első rendezvénye, de hát itt vagyunk és segítünk, és az, hogy tényleg központi rendezvény, azért mi sem igazolja jobban, hogy közel 40 polgármester a választókörzetből most is itt volt, és én azt szeretném elérni országgyűlési képviselőként is, hogy tiszteljük egymás rendezvényét, és becsüljük meg a más polgármesternek a munkáját. A gyarmati vigasságokon minden évben a gyerekekre is gondolnak, a fiatalok számos helyszínen próbálhatták ki ügyességüket, és amíg a felnőttek szórakoztak, a legkisebbek a Pöttöm kertben játszhattak. A felkészülés harmadik hetének vágott neki a Marsó Nyíregyháza. Már a csapattal edze a bosnyák Haris Taric, és hamarosan csatlakozik a kerethez az U16-os Európa-bajnokságról hazaérkező Fazekas Csaba is. Szombaton Nagyváradon játssza első felkészülési meccsét Sitko Ernő együttese. Az első két hétben a fizikai munkára helyezték a hangsúlyt a nyíregyházi férfi kosarasok, a harmadik héttől már a taktikai elemek súlykolása kerül előtérbe, persze emellett azért a konditermet is rendszeresen látogatják Szavicsék. Sitko Ernő szakmai igazgató szeretné, ha a bajnokság kezdetére összeállna a csapat által elképzelt játéka. Próbálok olyan játékokat összeállítani, aminek a részeivel már találkoztak a játékosok több mozgásban, illetve hát azért csodák nincsenek, itt a mozgás, az alapmozgás az mindig ugyanolyan, csak az attól függ, hogy milyen sorrendben próbáljuk összepakolni őket. De természetesen egy tapasztaltabb játékos sokkal hamarabb meg tudja tanulni, mint az, aki kevesebb tapasztalattal rendelkezik. Viszont a célunk mégiscsak az lenne, hogy sikerüljön begyakorolni a játékokat, automatikus mozgásokat szeretnék, attól függően, hogy merre mozog a labda, merre mozog a játékostárs, ez mind megnehezíteni a dolgát az ellenfélnek, hogyha föl akarnak térképezni minket. Tehát nem egy-két hétről van szó, amíg ezt el lehet sajátítani, de remélem, hogy jól fogunk haladni, és a bajnokság kezdetére ezt meg tudjuk oldani. Hétfőtől már a nyíregyháziakkal készül a bosnyák Haris Taric, aki 3-4-es poszton lehet segítségére a csapatnak. I'm here to help the team. Szeretnék segíteni a csapatomnak, de mindenütt ezt várták tőlem, így ez nem okozhat gondot. That's my duty, that's my job. A nyíregyháziak szombaton játsszák első felkészülési meccsüket, a román első osztályban szereplő Nagyvárad otthonában lépnek pályára Taricék. Három fordulót követően is pont nélkül áll az NB3 keleti csoportjának tabelláján a nyírbátori futballcsapat. Kovács János együttese a hét végén az Újpest 2 ellen szeretne véget vetni a negatív sorozatnak. Beragadt a rajtnál a nyírbátori futballcsapat, Kovács János együttese három fordulót követően pont nélkül szerénykedik az NB3 keleti csoportjának utolsó előtti helyén. A legutóbbi fordulóban a Nyíregyháza Spartacus látogatott Bátorba, és a papírformát érvényesítve a Spari 3-0-ás győzelemmel távozott a Sportutcai pályáról. Így utólag azt mondom, ez volt a realitás. Egyetlen egyet hiányoltam, az egyéni kreativitást a csapattól, és a küzdőképességet, ami egy kicsit meglepett, hogy nagyon merevek voltunk és tompák, mintha megijedtünk volna, nagyon tiszteltük a Nyíregyházát ezek szerint, pedig hát semmi olyan felelősség nem volt a csapatra rányomva, hogy ezt a mérkőzésen nekünk meg kell nyerni, és mindenképpen pontot kell szerezni, nyugodtan játszhatott mindenki. Hát ebbe belehibáztunk, és ez nagyon keserű pirula számomra. A szakember már előre tekint és bízik abban, hogy a folytatásban a csapat azt a játékot nyújtja, amire képes, és ez pontokban is megmutatkozik majd. Nem ilyen rajtól álmodtunk, és nem ilyenre számítottam én se. Az első mérkőzés a fájó pont, a másik kettőben benne volt a papírform szerinti bármi, hogy alakul. Ott a 60-i mérkőzést, azt nagyon sajnálom, mert ott meg volt minden lehetőség arra, hogy azt akár meg is nyerhettük volna. Hát most új alapokról kell indulnunk, és bízom benne, hogy azért a munka benne van a csapatban, és ennek az eredményét az elkövetkező időben szeretném újra látni, visszalátni, hogy mégis mire vagyunk képesek. A Nyírbátor vasárnap hazai környezetben kezdheti el a pontgyűjtést, a negyedik fordulóban az eddig két vereség mellett egy döntetlent jegyző Újpest 2 látogat Kovács János csapatához.
Híradunk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. A devizahitelek elszámolási eljárásának kezdete óta jelentősen megnövekedett a pénzügyi békéltető testülethez fordulók száma. A testület segítséget nyújt egyebek mellett a banki papírok értelmezésében és a panaszlevél megírásában. Augusztus 1-től pedig már elkezdődött a forinthitelekhez kapcsolódó elszámolási eljárás, amelyet hamarosan a fogyasztók is megkapnak a bankoktól. A szervezet munkatársai ezzel kapcsolatban is várják az ügyfeleket. A végéhez ért napkoron a szennyvízhálózat kiépítése tájékoztatta a televíziónkat a település polgármestere. A kelet-nyírségi szennyvíz elvezetési és tisztítási programban 8 település vett részt, és összesen 6,3 milliárd forint uniós támogatást használtak fel. Ebből 1 milliárdot napkoron fordítottak a szennyvízhálózat kiépítésére, ahol már 700 háztartás kötött rá a hálózatra. 108 millió forintból korszerűsítették a közvilágítási rendszert Csengerben. A visszanemtérítendő uniós forrásnak köszönhetően energiatakarékos LED izzókat szereltek a lámpatestekbe. A fejlesztéstől jelentős költségmegtakarítást remél az önkormányzat. A Kölcsei Televízió keddi hírműsorát látták. Friss hírekkel szerdán este jelentkezünk. Híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap is borongós időre számíthatunk csapadékkal, továbbra is a felettünk hullámzó frontálzóna alakítja időjárásunkat. Éjjel erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső, zápor egyaránt várható, zivatar is kialakulhat. A nyugati, majd északkeletire forduló szél helyenként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső és zápor is várható. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A hét közepén még változékony, általában felhős idő valószínű, és több helyen számíthatunk esőre, záporesőre. A hétvégén már egyre hosszabb időre kisüt a nap, és csökken a csapadékhajlam is. Szorványosan azonban záporeső továbbra is előfordulhat. Csütörtökön és pénteken még hűvös időre számíthatunk, majd a hétvégétől már erőteljesebben melegszik fel a levegő, és akkor sok napsütésre lehet számítani.